akkor az ember óhatatlan felordít, és az asztalra csap, és így, és ezt kiáltja, hogy kuss, takarodjatok a szobátokba, ott öljétek meg egymást. Az esetek nagy részében nem ölik meg egymást. Sziasztok, itt vagyunk Dunakeszin, egy csodálatosan nyugodt hétfő reggelen. Szerintem csak itt ilyen nyugodtak a hétfő reggelek a főváros közelében. Vekerdi Tamás gyermekpszichológus házánál, mindjárt becsöngetek érte, őt viszem el ma magammal ügyet intézni. Jó napot kívánok! Csókolom! Hogy van? Köszönöm, elég jó. Elég jól? Az elég jó, az már elég jó, nem? Mindjárt hűtök. És maga hogy van? Hát köszönöm kérdését. Jól. Azt hiszem. Nincs időm ezen gondolkozni. Ha. Hogy az, hogy vagyok. Az jó. Az jó? És leánya? Hát 12 és fél éves kamasz. Őrült. Igen, mikor utoljára találkoztunk, akkor hát itt 2-3 éve találkoztunk szerintem utoljára személyesen. Igen. Azóta nagyon sok minden történt vele, tehát ez a 8-tól 12-ig, vagy 9-től 12-ig egy lány életében minden megváltozik. Ez így van. Minden megváltozik. Néha úgy érzem, mintha nem egy nyelvet beszélnénk, de olyankor megnézek egy Vekerdi felvételt, és megnyugszom, mert hogy ez normális. Ez igaz. Minden abnormális dolog normális a kamaszkorban. Meg azt mondta valamelyik felvételen, hogy a kamaszok elfáradnak a növésben. Ez így van. A kamasz fiziológiás, vagyis élettani eredetű lustaságban szenved, amit mondjuk 1904-ben tudtak a 8-osztályos magyar gimnáziumokban, ezért a 4. osztály, a 14-15 évesek osztálya a legkönnyebb volt. Ajaj. Azóta 163 endokrinológiai, neurobiológiai, neurofiziológiai vizsgálat igazolta, hogy ez mennyire így van. Uh-huh. Azt elfelejtettük, amit régen tapasztalatból és ösztönösen tudtak, amit ma a tudomány tud, ugyanúgy, azt nem tanultuk meg. Uh-huh. Csináltunk egy olyan iskolarendszert, 7.-8. hoz kisfiam a maximumot. Ezen múlik a tovább tanulásod. Sőt, olyat is hallottam, ezen múlik az életed. Ráadásul ugye tudjuk, hogy az életben való beválás nem korrelál az iskolai beválással. Nem igaz az, hogy az iskolai egy bármit jelentene, és pontosan tudjuk, hogy pont a tehetséges gyerek nem fog egyenletesen teljesíteni, mindenből jó jegyet hozni, kettőből, vagy egyből, vagy háromból jó lesz, többit, bocsánat, leszarja. Uh-huh. Mert a tehetség deviáns. Na most ezt a magyar iskola nem, hogy nem honorálja, nem bírja elvisel. Igen. Ez tény, de ezt most azért az elmúlt iskolaévben is, az iskolaév vége felé járunk, és az elmúlt iskolaévben is volt több olyan megnyilatkozás a tanár úrnak, amelyek nekem úgy tűntek, mintha még a szokásos kritikánál is szókimondóbbak és keményebbek lettek volna. Eljött valamilyen pont, amikor keményebben kellett fogalmazni? Vagy ez csak nekem tűnt így? Nem, vagy? Abszolút eljött. Én emlékszem, hogy mennyire letolt engem az egykori oktatás kutató, a maratoni reform híve Bátori Zoltán a 80-as években, amikor arról írtam valahol egy cikkecskét, vagy nyilatkoztam, hogy a magyar iskola gyilkos, mert testileg, lelkileg rongálja a gyerekeket, és hogy lehet ilyet mondani, ez őrület. Na most azt kell mondanom, hogy az a magyar iskola, amit én akkor hevesen kritizáltam, A 80-as években, az sokkal jobb, emberbarátibb, gyerekközelibb, gyerekekről többet tudó gyerekeket, sokkal kevés gyerekeket és tanáraikat, sokkal kevésbé kínzó, gyötrő, pusztító iskola volt, mint a mai. Hát az a, mondjuk a
A kemény kritika viszont kemény reakciókat is tud szülni. Nem tudom, hogy például hallott-e vagy kapott-e bármilyen visszajelzést ezekre, mert most nem csak az olvasókra, nézőkre gondolok, mert ők nyilván mondják a magukét a saját gondolati rendszerük szerint, egyetértve vagy nem egyetértve. De mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy a rendszer nagyon jól viseli a hangos kritikát. Hát ez a rendszer baja. Olyan öreg vagyok, hogy úgy érzem, ez már nem az én bajom. De egyébként úgy gondolom, komolyabb emberek, kollégák azt hiszem, hogy lényegében egyetértenek velem, hogy valami abszolút baj van, nemzetpusztító baj van az iskola körül, és hogy ezzel valamit kezdeni kell. Azért óhatatlanul megfogalmazódik ilyenkor az emberben, hogy a nem nagyobb ilyenkor, vagy ezekben az időkben mondjuk a családnak a feladata, vagy felelősséget, hogy valamiféle ellenállás, vagy kompenzációt nem tudunk mi szülők mondjuk hát adni a gyereknek? Szerencsére és szörnyű módon, hát majd megmondom, hogy miért ennyire kétféle, a család még mindig egy elsődleges fórum a gyerek számára. Tehát igen, a család számít, a család számít többet, a család a döntő, a család védelmet tud biztosítani, a család magántanulóvá tudja tenni a gyereket, a család alternatív iskolát tud keresni, amelyeket szintén szorongatnak. Tehát a család sokat tehet. Ez a pozitívum. A negatívum az, hogyha a család nincs jó szociális állapotban, és Magyarországon egyre több család van, és én ezt mondom, hogy önhibáján kívül rettenetes állapotban, és nem csak a cigány családok, hanem a mély szegénységben élő magyar családok is, akkor viszont egyáltalán nem tud a gyereken segíteni ebben az értelemben. Na de az embert semmi nem készíti fel, és senki nem készíti fel arra, hogy lehet elég jó szülő, és nem véletlenül ezt használja, mert ön is ezt használja, hogy elég jó szülő, meg ez most már kezd a köztudatba átcsorogni végre ez a, hogy nem kell tökéletesnek lenni, és hogy szülőként is lehet hibázni, de hogy mégis az ember úgy érzi, hogy egyedül van hagyva egy csomó döntéssel. Azt kéne mondani, hogy érezd jól magad a bőrödben, te szülőként anya, is. Te apa, és ha jól érzed magad a bőrödben, akkor jobban fogod élvezni a gyerekedet, és ő is jobban fogja érezni magát a bőrében. De egy dologról ne feledkezzünk el, hogy amennyire én tudom, a világon nem volt olyan civilizáció, amelyik arra gondolt volna, hogy egy anya mondjuk egyedül küzd álló napon át egy, két vagy három gyerekével. Halál kimerítő tud lenni egy gyerek, szeretjük a gyerekeket, de kiszívják a vérünket, lerágják a húsunkat, iszonyú idegesítőek egy idő után, stb. És akkor szegény anya azt hiszi, én vagyok rossz anya, mert a másik a játszótér azt, hogy neki minden megy. Ugye eszébe jött az embernek a bölcs rabbi, akihez elmegy a fiatalember és meséli, hogy a többi fiatalember milyen szerelmi kalandokról mesél, és ő még csak oda sem mer menni egy lányhoz. Hát mit tegyen? Mire a bölcs rabbi azt mondja, hogy erzählen sie auch, meséljen maga is. Mert akik mesélnek, azok mesélnek. Nem úgy vannak ezek a dolgok, amiket mi aztán irigyelni kezdünk. És az, hogy a, mert hogy óhatatlanul ugye mondja, hogy az anyák mennyire ki vannak szipolyozva, az anyák húsát lerágják a gyerekek, stb. Mennyire érzi azt, hogy hol van a férfiak, az apukák helye mondjuk ebben az egész történetben? Hát az apukák pénzt keresnek, és azért sok apuka van ma már Magyarországon is, aki siet haza, aki részt akar venni, aki átvállal, aki netán él azzal a lehetőséggel, hogy ő megy egy idő után, gyesre, gyedre, nem tudom,
Tehát azért van egy lazulás Magyarországon, természetesen csak az úgynevezett felsőbb vagy értelmiségi rétegekben. Mert egyébként még mindig egy abszolút macsó társadalom vagyunk, amire most egyébként a közhangulat még ráerős. Egyébként mi a jelentősége annak, hogyha az apuka, és szándékosan nem a segítség szót használom, ön sem azt használta, kiveszi a részét, tehát van egy közös háztartás, amit mondjuk közösen vezetnek, van egy közös gyerek, akit közösen nevelnek, és közben mindenki dolgozik, tehát hogyha ez egy valódi munkamegosztás van, ez mit jelent egy gyereknek, meg mit jelent mondjuk egy családnak? Ön szerint? Hát szerintem a család jobb bőrbe lesz ettől eleve, a szülők közötti viszony szerintem javul ettől, és ez a gyereknek nagyon jelentős és nagyon fontos. A gyerekek ugyanis nem arra reagálnak, inklinálnak, vagy nem is tudom, milyen szót használjak, amit én mondok nekik, vagy amit prédikálok, vagy hirdetek, hanem arra, hogy milyen vagyok, te milyen ember vagy. Ezt veszik le belőlünk és rólunk, és erre reagálnak, ez szerint alakulnak. Vagy ez az én tapasztalatom, ezek a láthatatlan csápjaik nem csak a tudatunkig érnek el, hanem a tudattalanunkba is lelógnak. Ezért volt nagyon igaz a François Dolto, zseniális francia gyermekterapeutának, amikor a 20. század elején azt mondta a francia szülőknek, hogy beszéljetek a gyerekekkel, mindig mindenről, semmilyen tabu ne legyen, semmilyen titok ne legyen, halál, betegség, válás, igen, mindent mondani kell akkor, amikor van. Mert a gyerek úgy is leveszi a feszültséget, de nem tudja, hogy mi van, mi az, amit ő érez. És ez nagyon megzavarja őt, és nagyon megnöveli az ő feszültségét. Öröknél ugye van 4 gyerek. Igen, akik ma már felnőttek. Akik ma már felnőttek, és most már kicsi, a Panka is már nagy, tehát már így ő is van. Felnőtt. Mennyi most, 20 éves? 26. 26, már ő is 20 igen. éves, hülye vagyok. Hát persze, ott már jó az pár éve volt. Az idő nagyon. De hogy önöknél ez működött? Tehát, hogy ugye 2 pszichológus van egy családban, tehát az ember talán azt gondolná, hogy akkor itt minden flottul megy. Ehhez képest mi a helyzet? Vagy mi volt ez? Ehhez képest az a helyzet, hogy nagyon elhatároztuk, hogy otthon csak civilek leszünk, mert különben megőrülnek tőlünk a gyerekeink, és mi is megőrülünk önmagunktól. Tehát civilként húztuk az igát, ahhoz, ahogy ezt akkoriban kellett. Szerintem ami pozitívum a családunkban kialakult, és tényleg kialakult sok minden, szóval már talán el lehet mondani, mikor a legnagyobb gyerekünk lassan közeledik a 40. életévéhez, és változatlanul, hogy úgy mondjam, összetartunk, mint nagy család, az a feleségemnek köszönhető, én úgy gondolom. Miért? Aki a meleget, a jelenlétet, a mindig lehet beszélni, beszélgetni, a mindig ég valamilyen kis láng, lángon értem, akár a gázlángot is, tehát van otthoni kaja, egy kis otthoni főzés, tulajdonképpen nem is akármilyen, de ugye a rómaiak azt mondták, hogyha egy otthonban kihűl a tűzhely, akkor onnan elröppennek a láreszek. A láreszek, ezek ilyen kis istenek, amelyek óvják a családot és segítik a családi életet. Tehát, hogy a... Jó, szóval... Szóval neki köszönhető, és önnek mi köszönhető akkor, hogyha a tűzhely melege neki? Hát ezt talán tőle kéne megkérdezni, vagy a gyerekektől, hogy köszönhető-e bármi nekem is ezen belül. Valamikor 1-2 évvel ezelőtt Pannit interjúvolták egyszer a Nők lapjában, nem tudtunk akkor róla előtte, vagy hogy mondjam, vagy nem beszéltünk vele róla, egyszer pedig egész meglepetésszerűen az ATV-ben,
mind a kettő nagyon jó leső volt, vagy hogy mondjam, mert Panni, aki velünk természetesen normálisan kritikus, mint egy kamasznak lenni kell, ezekben szíved melengető kedvességgel nyilatkozott, holott nem kellett rettegni attól, hogy majd bosszút áll a család. Azt mondja, hogy megfogadták, hogy civilként állnak hozzá a gyerekneveléshez. De vannak bizonyos szakmák, ahol nehezen elképzelhető, hogy az ember ki tud bújni a bőréből, és tényleg tud civil lenni. Tehát, hogy nem volt soha olyan, amikor ez konfliktust jelentett, vagy okozott? Mondok egy pozitív dolgot. Jó. Mert a szakmából is tudja, vagy olvasta, vagy de, és rá is kattant, hogy este mesélni jó, fontos. A mese az oldja a feszültségeket, a meséhez belső képeket készít a gyerek. Csak hallott meséről beszélek, látott mese nem mese, ez nagyon fontos. Tehát, és hogy mi minden este meséltünk, akár vendégség volt, vagy akár mi volt, valamelyikünk, vagy mind a kettőnk, mert ugye a gyerekek közt van életkori különbség, meséltünk. És szerint később aztán az apósom, akinek születtek később gyerekei egy második feleségétől, évtizedekkel később mondta, hogy utólag látja, hogy ő mennyire irigyelt minket ezért, hogy mi minden este mesélünk, és ezt ennyire szigorúan betartjuk, vagy hogy is mondjam. Jó, de másfelől mondjuk a két nagyfiú bökölődött a vasárnapi ebédnél, akkor ezt tilos hallani, de most mégis mondom. Ne ijedjen meg, csak közben az egyik kamera meghalt, igen. Hogy akkor az ember óhatatlanul felordít, és az asztalra csap, és így és ezt kiáltja, hogy kuss, takarodjatok a szobátokba, ott öljétek meg egymást. Az esetek nagy részében nem ölik meg egymást. De elmennek a szobájukba, és ott folytatják, igen, vagy folytatták? Igen, tehát szóval te valahogy elérni azt, hogy ezt arra mondom el, hogy civil az ember, igen, otthon, és hiába tanulja, hogy a ráordítás az ugyanúgy abortív rángásokat visz le az idegrendszerbe, mint ha ráütnék, de mégis fölordít, mert ez másik szakmai szó, kongruens viselkedés. Sokkal rosszabbnak tartottam volna, hogyha visszatartom magam, suttogva mondom, ne csináld, kisfiam, hányszor kértelek, stb. Tehát akkor jobb néha, még az is jobb, ha néha kiengedjük, légy és rákiabálunk. Kongruens. Kongruens. Légy hiteles. Értem. Tehát, hogy a gyereknek légy ez a hiteles. Azonos önmagad. Értem. Úgy is érzi a gyerek, hogy majd fölrobbansz. Aha. Akkor nem kell, hogy reszketve suttogóra visszafogd magad. Tehát létez úgy, ahogy vagy nem, de ahogy bírsz, vagy nem tudom, mit mondjak erre. Jó, tehát akkor azért megnyugtató, és szerintem szülők százezreinek megnyugtató, hogy még bekerdéknél is elhangzott az, hogy kúst takarodj be a szobádba, mert néha eljön ez a pont. Egyszer láttam önnel egy beszélgetést, talán Müller Péterrel, hogy tehát ő vele beszélgettek, ahol megkérdezte a Péter, hogy felnőtt páciensei soha nem voltak-e, és soha nem akarta-e azt, hogy ne gyerekekkel, hanem felnőttekkel foglalkozzon. És hogy ott mesélte, hogy párszor meggyőzték, de valószínűleg, de gyakorlatilag nem lett jó vége a dolognak, mert hogy elunta a felnőtteket. Mi az, amit a felnőttek nem tudnak? Vagy mi az, baj, amit ön nem? Baj nem lett belőle, tehát nem panaszkodtak utána. Aha. Csak én úgy éreztem, hogy minek járnak, és igyekeztem őket lebeszélni arról, hogy járjanak. Röviden azt tudom mondani, hogy nem érdekelnek a felnőttek.
mondja, úristen, itt nyavajog nekem, nem szép. Szóval, és ha ilyet érez az ember, akkor gyorsan abba kell hagyni. Egész más, amikor bejön egy gyerek, akinek valami baja van, aki például nem szólal meg, elektív, vagy mint ma mondják, szelektív, mutista, ez ugyanaz. Otthon beszél, de az óvodában is máshol nem szólal meg. És akkor mondjuk velem is, szóval nekem se szólal meg természetesen, és akkor én próbálkozom, rajzol, én is próbálok bekapcsolni, morózusan 4,5 éves kislány, mondjuk, aki most eszembe jut, ott hagyja a rajzot, átmegy a bábokhoz, hagyom, de egy idő után egy bátortalan kísérletet teszek, hogy beszálljak a bábozásba, azonnal lecsapja a bábot, átmegy a világjátékhoz, stb. Stb. Szóval olyan mindenféle módon elutasít. Most ez egyáltalán nem zavar, hanem egy érdekes. Állandóan azt érzem közben, hogy én tudom, hogy mi van vele tulajdonképpen, de nem tudom megfogalmazni. És vonz a probléma, és akkor békén hagyom persze. És tudomásul veszem ezeket az elutasításokat, és akkor ő jön, és akkor játszik, és előveszi újra, és akkor már nem erőszakoskodom természetesen, de ott vagyok. És akkor egy idő után idézőjel csodák csodája, természetesen nem csodák csodája, mégis megszólal. És mond valamit, először behívja anyukáját, neki mond valamit suttogva, az anya tolmácsolja nekem, de lassan-lassan már nekem is tud suttogva valamit mondani. Szóval ez egy érdekes folyamat, és nem tudom pontosan, nem merem azt mondani, hogy szakértelmemmel veszek részt a dologra, mert ez nem igaz. Valamivel részt veszek, például azzal, hogy ott vagyok, de és magam is csodálkozom, hogy egy idő után valami történik. Kicsit módosult tudatállapot ez? Mikor ennyire ráérez egy gyerekre? Ezt nem merném így mondani, de valami van benne, ami mondjuk így mondom, kicsit ihletszerű. És ha az ihlet teljes valóság fogyatkozás, mint József Attila mondja, akkor nevezhetjük akár egy akár ilyen ennek is módosult tudatállapotnak. Az, hogy van ez a kapcsolódás ön és gyerekek, vagy inkább úgy mondom, hogy ön és más gyerekek között, ezt azt mondják, akik önt régóta ismerik, meg akik, amiről írt is talán volt olyan munkája, amiben egy picit feltárta a saját gyerekkorát, hogy már 7-8 évesen is más gyerekeket nagyon jól tudott így gardírozni, vagy valahogy így ráérzett a társaságban, hogy a gyerekeket hogy lehet irányítani. Valóban volt ilyen tapasztalatom, és később is sokat játszottunk együtt barátaimmal, és hogy ez a játékoknak a forgatókönyveit, azt nekem kellett kitalálnom, és erre képes voltam valóban. És az például ugye eléggé keveset lehet azért tudni arról, hogy tehát az ön családjáról, azt lehet tudni, hogy például édesapja ügyvéd volt, ugye? Így van. És ő is egy kései apuka. Így van, ő is abszolút. 40 pluszosként lett édesapa. Így van. És az édesanyjáról mit lehet elárulni? Vagy ő milyen asszony volt? Mert és azért is kérdezem ezt, mert pont ugyanebben a Müller Péteres beszélgetésben mondta azt, hogy talán azért, tehát az az ember tud jól kapcsolódni a gyerekekkel, aki egy picit önmaga is gyerek maradt, valamilyen sérülése, vagy az édesanyjához fűződő valamilyen speciális viszony miatt. Így van. Szóval, hogy ez itt engem érdekelne, hogy mi ez, vagy mi lehet ennek az oka? Vagy ki volt ez az édesanyja, aki így ott maradt? Ez egy családtörténet. Amelynek csak néhány részletét villantom most fel, mert nincs is annyi idő. Nyilván meg nem is minden tartozik ránk, csak apám megnősült, ez Nagyváradon történt még, ahol apám bírósági gyakorlatát töltötte, és
amikor ő följött előre Pestre, az volt a terv, hogy mindnyájan, hogy mindketten felköltöznek. És akkor itt az ügyvédi irodában, ahol dolgozni kezdett, mint jelölt, ott ült, most így mondom, anyám, mint képíró kisasszony. És jól lehet, apám nemrég nősült, mégis, egyszerűen mondjam, szerelem első látása. Ilyen romantikus. Így van. És akkor feljött persze a felesége is, és nagyon hamar apám ezt bevallotta, és akkor együtt éltek ugyan, de lezárták a kették szobája közti ajtót, tehát megszűnt a házasság tulajdonképpen. De mivel apám felesége, aki egyébként nála idősebb volt, megbetegedett, apám úgy érezte, hogy ő nem válhat el. És akkor egy hosszú udvarlási periódus kezdődött, amelyik mintegy 15 éven át tartott, ami alatt anyám már háromszor megszakította a kapcsolatot, és közölte, hogy ő férjhez megy. És akkor apám mindig érezte, hogy ezt ő nem bírja ki. Tehát ez egy ilyen, hogy úgy mondjam, szerelmi történet. Nem is akármilyen. És aztán apám elvitte anyámat akkor már a kórházban levő feleségéhez, ahol a feleség áldását adta erre a kapcsolatra, sőt, lekapcsolta a nyakából a nyakláncát, és anyám nyakába kapcsolta, stb. Stb. Szóval minden mesélem el. És akkor végül apám elvált, elvette anyámat feleségül. Akkor a felesége még élt, de már nem jó állapotban, igen, és akkor apám az esküvő után elővette pisztolyát, volt egy pisztolya, és azt mondta anyámnak, hogy Annuskám, azt tudnod kell, hogy az első hónapban, amikor nem tudom elküldeni a tartásdíjat Markitkának, én főbe lövöm magam. Úgyhogy ez egy remek nászajándék lehetett. De micsoda ember, azt a mindenit. De aztán ez az első feleség meghalt, apám temettette el, állítatta a márvány sírkövet, amelyre a doktor Vekerdi Gézánét vésette fel, ami akkor már anyám is volt egyébként, sőt, tehát engem is kivitt később kisfiú koromban ehhez a sírkőhöz, és elmagyarázta nekem ezt az egész helyzetet. Tehát ő François Dolto tanácsait követte, hogy mindenről beszéljetek a gyerekkel, és akkor, amikor van a dolog, és nem pedig majd, később megmondom neki, ez a legrosszabb mindenről, amit el lehet képzelni. És gyerekként ez nem volt teher? Nem, ez valahogy... Na most apám adta nekem az óriási érzelmi biztonságot. Ő imádott játszani. Ő valahogy kicsit infantilis maradt. Tehát az apai családomban rengeteg az óvónő, a tanító, a pedagógus, a gyógypedagógus, aki jogász lett, úgy unokatestvérem, az is gyámügyi jogász lett. Tehát azon az ágon valahogy van egy ilyen pedagógiai elkötelezettség. És jól lehet, az apám ügyvéd volt, de amikor meghívták egy nagy estére jó barátjához, Szedonya Kálmánhoz, akinek a Váci úton volt akkor régen, 30-as évek az előző században autókereskedése, akkor ott mindenkinek a tányérjához ki volt téve egy mondás, és annak alapján kellett a helyét megtalálnia. És apám tányérje az volt téve, hogy engedjétek hozzám a kisgyerek, a kisdedeket. Mert Szedonya Kálmának 5 gyereke volt,
akik rajongtak apámért, és apám jött, akkor csimpaszkodtak rá, és stb. És apám, amikor nyaraltunk, akkor is mondjuk Kékestetőn, akkor ott még egy, a szálloda volt, a későbbi szanatórium, akkor míg a többi rendes felnőtt tarokkozott, bridge-ezett, stb., addig apám lejött velünk és játszott. Szóval apám rendkívül fontos szereplő volt életemben, míg anyám egy nagyon komoly ember volt, aki apámat biztosította arról, mint ezt apám mesélte. Hárman ültünk együtt, és úgy mesélte el, hogy anyám azt mondta neki, amikor én megszülettem, hogy de mi az én életemben mindig te leszel az első, mondta apámnak. Ami apámnak akkor egy kicsit rosszul esett, úgyhogy később, amikor anyám egy ebédnél mondjuk a csirkevájat nekem kereste ki a húslevesből, akkor, és az én tányéra tette, akkor apám boldog volt, de apám tehát örült neki, hogy anyám anyaként viszonyul hozzám, de anyám nem volt igazán tehetséges a kisgyerekekkel való bánásban, és apám adta nekem ezt a biztonságot. Anyámat becsülni igazán 15-16-17 éves koromtól kezdve tanultam meg, akiben egy nagyon mély és korrekt akarati erő élt apámat mindez, apámat élete végéig példásan segítette irodai munkájában is, betegségében is, kitartott mellette, szóval ilyen pozitívumot nagyon sokat tudok róla elmondani, de a érzelmi biztonságot azt apámtól kaptam elég egyértelműen. Ennyi van önben az apjából? Ezt nem tudom. Nem szokta ezt... néha, mert az ember szülőként néha rajta kapja magát, hogy jönnek ki a száján, meg a fején a saját szülei. Inkább néha arra szoktam gondolni, hogy mennyi van bennem anyámból. Tényleg? Mennyire vagyok én is néha ilyen spíz, hogy úgy spíz. Mondjam. Spíz, ugye az egy kicsit ilyen kedélytelen, rossz kedvű, kritikus, stb. Stb. De... És ez baj, hogyha az ember a rossz tulajdonságait, teljesen természetes, nem? Egyáltalán rossz ez a tulajdonság? Hát ez van. Hát, ezt kapjuk. Nem jó, nem érzi jól magát. Egy példa. Verseket írtam kamaszkoromban, mint nagyon sok kamasz, addig, amíg még nem nyomkodták az okostelefont, amiről egyébként szintén szeretnék valamit mondani. Jó, mindjárt vége felé megkérdezem mindjárt. És akkor az anyám azt mondta, hány éves lehettem, 12-13. Tamáskám, akiben tehetség van, az kitör. Az már kitört volna. Ajaj. Tehát röviden, kisfiam, nem vagy tehetséges, hagyd ezeket a marhaságokat. Az apám viszont vett nekem egy kis stilisztika könyvet, a Gálféle stilisztikát, és beleírta, hogy nem szeretném, ha költő lennél, mert nagyon nehéz és rongáló pálya, ha csak ugye nem csúcsra jut az ember, de még talán akkor is. De mégis, ha az akarsz lenni, akkor itt veszek neked egy kis stilisztikát, amiből megismerheted a versformákat. Szóval... Jó, ez ég és föld különbség. Hát a gyereknevelés két nagy iskolája. Így van, igen. Tehát ugye ezt el is lehet mondani, hogy legyél, aki vagy. Én abban foglak támogatni, ez az egyik nagy iskola. A másik azt mondja, hogy legyél, akivé én akarlak tenni. Anyám egyébként, hogy orvosnak kell lenne kisfiam. Azt szerette volna? Orvosnak, igen. Sőt, gyerekorvosnak egy idő után, amit én is hajlottam egy ideig. Ott legalább van egy kapcsolódás, egy gyerek kapcsolódás. Igen, így lettem tulajdonképpen gyerekpszichó, jó, nem így. Kalandos utakon keresztül. Szóval okos telefon.
Azt érzem, hogy ez ki akar jönni, ez a szentencia ki akar jönni, de szóval, hogy én olvastam ezt, ha már ugye itt az elején arról beszéltem, hogy kemény, mint a keményebb mondatok, keményebb kritika fogalmazódott volna meg itt az elmúlt, mit tudom én, egy-másfél évben az ön szájával a rendszer kapcsán, akkor ez meg a másik, volt ez a bizonyos, ha jól emlékszem, hogy vegyél egy gram kokaint a gyerekednek, ha már okos telefont veszel. Az angol kutatók cikke. Igen, vagy valami volt egy ilyen cikk, és akkor a kapcsán megszólalt. A lényeg az, hogy mennyire kemény vonalas ön okos telefon, meg okos kütyű szempontjából, mert azért nagyon nem megkerülhető ez most már a gyerekeink életében. Egy bizonyos ponton túl. A külső kép blokkolja a belső képkészítést. Márpedig feldolgozás csak belső képkészítéssel történik. Vágyak, dühök, indulatok, ismeretek feldolgozása, külvilág feldolgozása, belső világon feldolgozása, csak belső képteremtéssel, játékban. Belső képeket terem, ne lépj a szőnyegre, az a tenger, látja a tengert, mesehallgatásban belső képeket terem, stb. Na most a külső kép ezt leállítja, nagy a gyerek képészsége, sok a feldolgozni valója, nem tud szabadulni a külső, pláne mozgó képtől, de agresszívebb vagy depresszívebb lesz, stb. Stb. Van egy kínai válasz is az angol közleményre, egy kínai laboratórium azt válaszolta, hogy ez téves az angol kollégák állítása, mert nem a kokainra hasonlít az az agyi mechanizmus, amit kivált az okostelefon, hanem a heroinra. Úgyhogy ezt még kicsit megtoldom. Még rosszabb a helyzet. Függővé, önjutalmazás és függővé tesz. Vannak vegyi anyagok az agyban, úgynevezett neurotranszmitterek. Ezek átviszik az egyik idegvégződésről a másikra az ingerületet, mert bármilyen furcsa, nincsenek összenőve az ideg rostok, át kell vinni az ingerületet vegyi úton, csodálatos mechanizmus, és hogy ebben ugyanazok a mechanizmusok ugyanúgy vesznek részt, mint a kábítószerben. Tehát önjutalmazás függővététel. Ez a dolog lényege. Na most ugyanakkor 8-10 éves kortól már nyilván limitáltam meg odafigyelve, talán nem ennyire ördögtől való. Mi a különbség? Meg az, hogy nem annyira plasztikus a központi idegrendszer, nincs annyira kiszolgáltatva, egyrészt másrészt az nő az öntudat ereje. Aki nem vált függővé kamaszkoráig, az akkor se is ki fog jönni, ha úgy néz ki, mintha függővé vált volna. Igen. Ki fog tudni jönni belőle. Tehát, hogy élsz vele te, kérdezném a felnőttől. Te felnéz, félszemed a mobilodon, ha megpöccen, jelezve, hogy e-mailt kaptál, azonnal kinyitod, kiírt nekem, ebéd közben is, vasárnapi ebéd közben is. Vagy pedig olyan vagy, mint az a német házas pár, 5 gyerekük volt, pedagógusok voltak. Én első nyugat-német utamon ebédeltem náluk 80-as évek végén. Elkezdett csöngeni akkor még a vonalas telefon. A másik szobában hosszan-hosszan csengett. Senki nem ugrott fel. Még csak be se csukták az ajtót. Abba hagyta, újra kezdte, akkor sem. De ezek remek dolgok, amiket használni kéne. De ők használnak minket. Tehát itt ez a probléma. Hát akkor, mint minden másban... Parancsoljam. Még minden másban itt is az a minta, hogy mit csinálsz te. Pontosan. Azt fogja csinálni. Ez pontosan. Azért eléggé ijesztő szülőként, de nem árt ezt elmondani 100-szor. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Öröm volt kocsikázni ezen a hétfő délelőttől. Szívesen. Én is örültem. Nagyon sokszor összekeverjük a félelmet a szorongással, és annyi szorongás van az emberekben manapság, és sokszor ezt a családtagok, meg a környezetünk isszák meg, mert a saját bizonytalanságunkat rájuk vetítjük ki. Annyira stigmatizálva van, hogy a felnőttek megpróbálják elrejteni ezeket a negatív érzéseket a gyerekek elől.
És ezáltal a gyerek hogyan tanulja meg felismerni a félelmet, a csalódottságot, a dühöt, az összes negatív érzést, hogyha a felnőtt az a szülei elrejtik. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához!